Eredeti formájában, szárítva és 100%-os natúlé formájában is látható és megkóstolható a szabolcsia ma Budapesten a Hungexpón Szabolcs-Szatmár Bereg megye standjánál. Szatmári lekvárok, panyolai pálinka különlegességek és több tucat a régió turisztikai különlegességét bemutató kiadvány is helyet kapott az információs pulton az egyik kihagyás után megrendezett utazás kiállításon. A standnál ugyanakkor felirat jelzi, a kárpátaljaiaknak is itt lenne a helyük. Az ismert háborús helyzet miatt a határon túliak nincsenek jelen, a megyei jelenlévők őket is képviselik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Vásárosnemény, a Vásárosnemény Turinformirodó és Kárpátalja most sajnos nem tud együtt itt lenni, hiszen háborús helyzet dúl az országban, de lélekben velünk vannak a kárpátaljaiak, és itt is természetesen azt az üzenetet, amit ők át szerettek volna adni, azt mi hozzuk magunkkal. Mint Vásárosnemény, hiszen ők vannak talán legközelebb hozzájuk, mint pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. És hát a legfontosabb célunk az természetesen, és nagyon bízunk abban, hogy véget ér hamarosan ez a háborús helyzet, hogy a turisták valóban olyan célpontokat találjanak a megyében és Kárpátalján, amelyek nem csak egy egyedi alkalommal egyetlen látogatást tesznek majd lehetővé, hanem abban bízunk, hogy visszajáró vendégek lesznek majd, hiszen rengeteg olyan értékünk van és rengeteg olyan szépségünk van, amelyet meg kell tudnunk mutatni. Filip Sándor Vásárosnamény polgármestere is azt hangsúlyozta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg a menekültek megsegítése a legfontosabb. A beregi város első embere szerint ugyanakkor örömteli, hogy a térség turisztikai vonzereje egyre jelentősebb. Olyan értékekkel bírunk, elegendő, hogyha csak visszautalunk a tavalyi esztendőre, hiszen az Egy a természettel természeti és vadászati világkiállításnak Vásárosnamény is egyik kiemelt vidéki helyszíne volt. Azt is láttuk, hogy akkor a 3 hétben 50 ezeren látogattak el hozzánk, és ezáltal a kerékpáros turizmus, a víziturizmus, a középkori templomok útja, a horgászati turizmus mellett most már a vadászati turizmus térképén is ott vagyunk, és ennek élvezzük minden előnyét. Ugyanakkor, hogy kerek legyen a mondandóm, hiszem azt, hogy ezzel a kialakult helyzettel és annak megszüntével újra indul az élet, és arra kérek mindenkit, hogy ilyenkor tényleg a csendes segítségnyújtás legyen a mértékadó. Sok látogató állt meg és érdeklődött a nyitónapon a megyei önkormányzat standjánál. Ez a Budapesten élő úr turista csoportjával rendszeresen kirándul Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mint mondta, minden alkalommal rábukkan új, különleges helyszínekre. Tulajdonképpen egész megyét bejártam már, imádok minden részébe menni. Voltam kerékpárral, gyalog, busszal, vannak barátaim ott, szervezünk közösen találkozókat, tehát én nem csak hogy megyek, hanem szervezem is oda a programokat, és szeretném, hogyha fejlődne, minél jobban fejlődne. Csoportokat vinni oda, megmutatni nekik, és itt még a természet megvan, a szeretet megvan, és ezt szeretném továbbadni másoknak is. Ha Kárpátalja nem is, Székelyföld képviselteti magát az utazás kiállításon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye testvér megyéje, Maros megye a régió természeti különlegességeire és az aktív kikapcsolódási lehetőségekre hívja fel a látogatók figyelmét. Maros megyében nagyon sok turista útvonal van, gyönyörű hegyeink vannak, aki ugye inkább ezt a kikapcsolódást választaná, de ugyanakkor tavaink vannak, ugye ott van a Medvetó, az Európa legnagyobb heliotermikus tava, akár ilyen fürdőzésre is ugye alkalmas, de lehet csónakázni, szuppozni, bicikli utak vannak, ahol szászföldön nagyon-nagyon jól fel tudják fedezni az adott látnivalókat. Az utazás kiállításon 30 ország, mintegy 100 standja várja az érdeklődőket egészen vasárnapig.